Ez a rövid ismertető film azért készült, mert szeretnénk felhívni a vásárlóink, partnereink figyelmét erre a szolgáltatásra. Az első berendezésünk egy kisebb kalibráló, áramlásmérő kalibráló berendezés lett. Körülbelül 10 éve használjuk már. Ennek tapasztalatai alapján és az piaci igényeknek megfelelően alakítottuk ki a nagyobb berendezésünket. Ezeknek a berendezéseknek az a fő különlegessége, hogy hordozhatóak. A kicsi az valóban egyszerűen és egy ember által mozgathatóan vihető a helyszínre, ezzel néhány óra alatt meg tudjuk csinálni a kalibrálást. A nagyobb berendezésnél kénytelenek voltunk 4 modulra bontani, hiszen a méretek, a súlyok sokkal nagyobbak, mint a kicsinél. A vizet egy körülbelül 2 köbméter kapacitású víztartályban tároljuk, amit szivattyúk forgatnak körbe a csővezetéken. A csővezetékben van beépítve az ellenőrzendő, kalibrálandó vagy hitelesítendő mérőeszköz. A víz utána visszafordul, átmegy a nagypontosságú használati etalonokon, és visszatér a víztartályba. Természetesen rendelkezünk a Nemzeti Akkreditáló Hatóság akkreditációjával, ami az egész tevékenységünkre vonatkozik, illetve a Mérésügyi Hatóság, aminek jelenleg a képviselője a Budapesti Fővárosi Kormányhivatal, engedélyével, hogy itt ebben a laborban hitelesítési tevékenységet végezzünk. Nem csak a saját gyártmányú eszközeinket tudjuk kalibrálni, hanem bármilyen más gyártó eszközét is. A mérési eredmények, amiket az ellenőrzendő mérőeszköz szolgáltat, lehetnek analóg vagy digitális jelek, lehetnek számítástechnikai módon továbbítható buszrendszerű jelek is. Ezeknek a jeleit a számítógép fogadja, vagy vezetékes összekötetésben, vagy wifi módon kerülnek továbbításra az adatok, és a mérési jegyzőkönyvek kinyomtatása, illetve a mérési eredmények tárolása teljesen zárt rendszerben és automatikusan történik. A kalibrálásnak, illetve a hitelesítésnek a felhasználók szempontjából az a legfőbb jelentősége, hogy biztosak lehetnek abban, hogy a készülékek jól mérnek. Thank you.